Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatár televízió híradóját látják. Eperjesi Tímea vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Megemlékezés. Ünnepségek az összetartozás napja alkalmából. Átadó ünnepség Nagyvejkén. Játszóteret kaptak a község gyermekei. Vertical Group enyerté. 2,5 milliárd forintos beruházás Dombováron. Új parkolóhelyek, zárszámadás, szauna. Képviselő testületi ülés Tolnán. A vármegye több pontján is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Megható ünnepségek keretében idézték fel a múltat és reflektáltak a jelenre. A Nemzeti Összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező nemzeti emléknap. Tolnán Rubányi Anita szavalatával kezdték meg a Hősök terén az ünnepséget. Hangos szóval hiába fogadkoztok, hogy soha s mindörökké az ország szíve. Magyarország szíve ott ver, hol Magyarország nincsen többé. Bennünket összekalapált a bánat, ti atomokra hultok itten szét. Egymást farkas foggal tépitek, nektek nem volt a nagy lecke elég. Nobotné Bán Erzsébet érzelmes sorokkal beszélt a múlt fájdalmairól, és tekintett vissza történelmünkre. Trianon a magyar érzelemvilág része. Ezt az érzést nem lehet vezényelni. Ha egy nemzetnek fájó sebei vannak, akkor arról megfeledkezni bűn. Fogalmazott Boros Péter volt miniszterelnök 2004-ben. De miért és hogyan keletkeztek ezek a fájós sebek, vagyis Erdély, a Felvidék, a Délvidék, Kárpátalja és Burgenland elvesztése? 104 évvel Trianon után is érzelmektől fűtött indulatok tárgya a nagy háborút lezáró békediktátum. Dombováron a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartott ünnepi műsor közreműködői a dombovári I. és Gyula gimnázium diákjai voltak. A műsor régóta készül, én bízom benne, hogy a kollégák nagyon-nagyon szakértő szemmel és szívvel irányították a felkészítést, meg a próbákat, és hát az iskolai szinten is igyekszünk ahogy szokták mondani, megadni a módját. Én igyekeztem az iskola tanulóifjúságának jelentős részét mozgósítani, mert én úgy érzem és úgy illik is szerintem, hogyha egy város fölkéri az intézményt, az eleve egy fontos alkalom, és a megtiszteltetés az is hozzá tartozik, hogy kötelességeink is vannak, és igenis támogatnunk kell a résztvevőket, a fellépőket abban, hogy mi is erőt és tömeget biztosítunk a számukra. Ló magyar, Kárpát felej! Halló, magyar, Erdély felej! A 83 éves Sátor Edéné Erzsike néni nagyon szeret fiatalok között lenni, és örömmel tett eleget a felkérésnek, hogy énekével hozzá tegyen a megemlékezéshez. A magyar világhimnuszát régebb óta ismerem. Ez olyan régi időkre megy vissza, 5-6 utáni időkre. Ez akkor íródott, és szamizdat volt akkor. És hát a családban ez megmaradt. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet, melyben emlékeztette a hallgatóságot, hogy az ország megcsonkítása Dombóvár fejlődésére is negatívan hatott. Gróf Alponyi szavaira hivatkozott, ha a szív a helyén van, akkor mi, magyarok, erősek maradunk, és megmaradunk, a legnagyobb veszteségek ellenére is. A Magyar Falu Program elnyert pályázatának köszönhetően új játszóteret építettek Nagyvejkén. Az ünnepélyes megnyitón részt vett a község polgármestere Palló Lajos Béláné, valamint Tolna vármegye közgyűlésének alelnöke Orbán Attila is. A nagyvejkei óvodások táncos műsorával nyitották meg az átadó rendezvényt.
Palló János béláni polgármester elmondta, a gyerekeknek időszerű volt kialakítani egy helyet, ahol a 21. századnak megfelelő játékokkal tudják eltölteni a szabad idejüket. Nagyon örülök ennek a mai napnak, mert a játszótér létrejött és sikerült megvalósítani. A Magyar Falu programnak köszönhetően több beruházást kaptunk, úgyhogy több beruházást sikerült megvalósítanunk, úgyhogy a játszótér, ez most az íre a pont volt, mert ezt nagyon szerettük volna, mert gyerekek nagyon hiányolták, hogy nincs egy hinta, nincs ahol tényleg jól érezzék magukat, de most hála Istennek ennek a projektnek, hogy sikerült, hogy ezt valóra váltsuk. Hozzátette, a gyerekek már a megnyitó előtt birtokba vehették a játszóteret. Mondták, hogy ők nem bírják ki addig, hogy átadjuk a játszóteret, ők, amíg lehet, addig ők használják. Úgyhogy remélem, hogy így a családoknak is segítünk, meg hát ide jönnek a gyerekek, az unokák a mamákhoz, és akkor ők is itt jól fogják érezni magukat, mert amúgy is ez egy nyugodt falu, egy szép kis falu, ahol nincs átmenő forgalom, és itt nincsenek veszélyben. Attól függetlenül, hogy több autó van már a faluba, de mindenki óvatos, és vigyázunk egymásra. És szeretnénk, hogyha ezt a falut így meg is tartanánk, és fejlődnénk még tovább, mert több, amit lehet pályázatba beadni, azt mindent megpróbálunk, mindent beadunk, úgyhogy fejlesztjük a falunkat, és nem hagyjuk, hogy elmaradjon. Orbán Attila, a Tolna vármegyei közgyűlés alelnöke kihangsúlyozta, a kisebb településeken olyan beruházások valósulhattak meg az elmúlt években a falu programnak köszönhetően, amelyek a családok életminőségét fejleszti. A kisebb településeken is nagyon fontos, hogy az emberek komfortosan érezzék magukat, ne érezzék hátrányba magukat azért, mert egy kisebb településen élnek, és hát ilyennek tekintjük ezt a játszótér beruházást, fejlesztést. Örülök, hogy itt Nagybelkén is a gyerekeknek most már egy korszerű játszótér áll rendelkezésükre, és hát ezzel is a település fejlődött, gyarapodott, és a megtartó erő is erősödött itt Nagybelkén, és hát mindig arra törekszünk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, örömet szerezzünk nekik, és egykor majd, hogyha visszaemlékeznek a gyerekkorukra, akkor szép emlékeik legyenek. Az eseményt a szalag közös átvágása zárta. Elhunyt Barina József mesteredző, aranylapát díjas, a tolnai kajakkenu esze szíve lelke. A klub fennállása során a tolnai versenyzők 13 világbajnoki aranyat, 11 Európa bajnoki címet, 68 VB és EB dobogós helyezést szereztek. Emellett rengeteg országos és regionális bajnoki érmet lapátoltak össze. A mesteredzőnél augusztusban gyomor és májrákot diagnosztizáltak az orvosok, az áprilisi eredmények biztatóak voltak. Nemrég azonban rosszabbodott az állapota, mentőt kellett hívni hozzá. 67 éves volt. A Paksi harmadik kor egyetemének tavaszi szemeszterén 5 előadást hallgathattak meg a szépkorúak a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi, pedagógus képző és vidékfejlesztési kara, a Déli Szomszédok közérdekű nyugdíjas szövetkezet, valamint Paksváros önkormányzata közös szervezésében a Városházán. 176-an regisztráltak a szemeszterre, közülük 120-an vehették át a június 4-i záró alkalmon az oklevelet. Letért az úttestről, fának ütközött, majd a tetejére borulva szántóföldbe csapódott egy személyautó kedd délután Kajdacson a 63-as számú főút 17. kilométerénél. A baleset következtében a sofőr feje a műszerfal alá szorult. A műszaki mentéshez a paksi és szekszeri hivatásos tűzoltókat riasztották, akik emelőpárna és kézi erő segítségével szabadították ki, majd adták át a jármű vezetőjét a mentőszolgálatnak, akik a gépkocsi sofőrjét kórházba szállították. 2,5 milliárd forintos beruházás valósult meg. Ez a cég történetében az eddigi legnagyobb infrastruktúrális és technológiai fejlesztés. A Vertical Group NRT dombovári gyárüzem ünnepélyes átadásán járt stábunk. A sikeres projekt apropóján köszöntötte az egybegyűlteket Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és a térség országgyűlési képviselője. A Vertical Group nyílt részvénytársaság részéről Ferenc Kornél, a cég részvényese nyilatkozott nekünk. Maga a beruházás az 2,5 milliárdos értéket képvisel, ennek 50%-a támogatásból valósult meg, másik fele önerőből és hitelből sikerült megvalósítanunk. Ennek jelentős része, mint 1,5 milliárd forint az infrastruktúra fejlesztésre fordítódott, ez elsősorban gyártói tereket és iszolgálói tereket jelent.
és mint egy közel 1 milliárd forint értékben pedig a technológia került megvalósításra, ami plusz gépeket, plusz kapacitást jelent. A dolgozók szempontjából ez plusz 100 főt fog tudni eredményezni az elkövetkezendő 2 évben. Az 1970-ben alapított műanyagipari gyártással és összeszereléssel foglalkozó dombovári üzem a nagyszabású fejlesztésnek köszönhetően a jövőben stratégiai elképzeléseit valósíthatja meg. Nagyon régmúltú fröccsöntő műgépari üzem volt már korábban. Ennek az alapjaira építettük rá az elmúlt évtizedekben az újabb és újabb technológiákat, és amikor ez a pályázat megvalósult, elindult, akkor úgy döntöttünk, hogy nagygépes irányba fordulunk, ami a gép méretek tekintetében mindenképp egyedibb országos viszonylatban, és ennek a vevői körében is ez ebben nagy kereslet mutatkozik. Pintér Szilárd Dombovár polgármestere elmondta, hogy miért fontosak az efféle beruházások a városban. Néhány éve elkezdődött ez a fejlesztés itt Dombováron, és 2022-ben volt az első kisebb léptékű. 2024-re elkészült egy több mint 2,5 milliárd forint értékű beruházás, amely az elmúlt időszak tekintetében Dombovár életében a legnagyobb léptékű. Ugyan egy picit irigykedve is néztünk a cégre, hogy ekkora fejlesztés végre tudott hajtani, de azt gondolom, hogy ez Dombovár érdekét nagy mértékben szolgálja. Hiszen 2019-ben, amikor éppen zártak be a vállalkozások, szűntek meg, és nyilván most nem említenék neveket, azt követően kicsit szomorúak voltunk, de 2022-ben nekiálltunk bizakodni, és láttuk, hogy itt azért fognak még történni jó dolgok is. Az ünnepélyes köszöntőket követően egy részletes gyárlátogatáson vettünk részt, ahol betekintést kaptunk az alapanyag, az újrahasznosított műanyag sokrétű felhasználásába, hogy hogyan lesz az abból készült granulátumból tisztítás után például hűtőszekrény belső vagy szemetes kuka. A Tamási rendőrkapitányság munkatársai sebességet ellenőriztek június 2-án. Tolna Némediben mértek vasárnap délelőtt, amikor egy autós 59 perc leforgása alatt háromszor haladt el a Trafipax előtt a megengedettnél nagyobb tempóval. Először 96, majd 105, harmadszor 90 km per órával hajtott a megengedett 50 km per óra helyett. Nem állították meg, így a sofőr büntetőpontot nem kapott, de 312.000 forint közigazgatási bírságot igen. Ilyen esetekben a csekk a jármű üzemben tartójának érkezik. 1972. június 5-től 16-áig tartották Stockholmban az ENSZ első Ember és Bioszféra címet viselő környezetvédelmi világkonferenciáját. A világszervezet közgyűlése a konferencia javaslatára még abban az évben határozatában nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította a tanácskozás kezdőnapját. A nap célja széles körben felhívni a figyelmet a környezetszennyezés következményeire, elősegíteni az együtt gondolkodást és a közös cselekvést, terjeszteni a fenntartható fejlődés eszméjét. Már csaknem 500 kilométeren van árvízi készültség az országban. A szerda reggeli előrejelzések szerint a hazai szakaszon a Duna Nagybajcsnál 640 cm körül, a harmadfok szintjét meghaladóan tetőzik csütörtök délelőtt. Baján a folyó várhatóan jövő hétfőn tetőzik a másodfokú szint alatt. Az árhullám a jövő hét közepén hagyja el az országot. Az árvíz nagy területen önt el növényzettel borított ártereket, hullámtereket. A növényzet a tavaszi burjánzás a legerősebb időszakában van. Ilyenkor sokkal nagyobb a terület ellenállása az árvíz levonulásával szemben. Emiatt az érkező víz magasabb szinten és lassabban képes áthatolni ezeken a területeken. Képviselő testületi ülést tartottak Tolnán. Zárszámadás, szauna, vizitúra, valamint az óvodák kerültek fókuszba. Appelszoffer Ágnes, a város polgármestere nyilatkozott az ülésen elhangzottakról. Kiemelte, hogy pénzügyi szempontból is jól működik a város és az intézmények. Nagyon fontos az, hogy elfogadtuk az önkormányzat tavalyi évi zárszámadását, és mi ezt tudtuk folyamatosan, hiszen nyomon követtük a költségvetés módosításakor, illetve azon túl is a teljesüléseket, de nagy öröm számunkra az, hogy az önkormányzat működése a tavalyi évben is stabil volt,
és nagyon-nagyon biztonságosan működött az önkormányzat. Ennek több oka is van. Az állami normatíva az kicsit jobban teljesült a számítottnál. Újra elindul egy nevelési év. Idén csökkenteni kellett egyel az óvodai csoportok számát a kevesebb gyermek miatt. 16 óvodai csoport létszámmal működik tovább az óvoda. Természetesen azokon a telephelyeken, amik már jól megszokottak, tehát Mözsön és Tolnán összesen 5 óvodai telephelyen fog a következő tanév megindulni 16 csoportban. Régóta várnak az uszodában egy szauna beüzemelésére, végre ez is megvalósult. Ugye mi már korábban vásároltunk egy szaunát, de aztán az üzemeltető sportközpontok nem találta azt megfelelőnek, úgyhogy most akkor azt a szaunát eladtuk, és vásároltunk egy másikat, és én nagyon bízom abban, hogy akár már ennek a műsornak a nézése után mehetnek szaunázni a tolnai tanúszodába az érdeklődők. És hogy még egy fontos fejlesztést említsek, amiben szintén jelentős összeget biztosított az önkormányzat, az a Dunaparton a kajakház mellett egy vizitúrabérlőpont kialakítása. Ez egy 60 millió forintos beruházás, aminek jelentős részét a Magyar Kajakkenu Szövetség biztosította. Tehát ők 50 millió forintot adtak, mi pedig 10 millió forinttal járultunk hozzá. A Zöldkert óvoda előtti parkoló is elkészült, valamint folyamatban van a Pittypang óvoda, illetve a bölcsőde előtti helyek kialakítása is. A régió híreivel folytatjuk. Egészségügy, műszaki informatikai innováció, toborzás. Megújult a Pécsi Egyetem és a hadsereg együttműködése. Ipari park. 680 millió forintos fejlesztés valósult meg Barcson. Kibővítette és új alapokra helyezte korábbi együttműködési megállapodását a Honvédelmi Minisztérium és a Pécsi Tudományegyetem. Az erről szóló dokumentumot Kutnyánszky Zsolt, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért, haderőfejlesztésért és védelmi iparért felelős államtitkára, valamint Miseta Attila, a PTR rektora látta el kézjegyével a Pécsi Tudományegyetem szenátusi tanácstermében. Katonai járművek, fegyverek Pécs belvárosában ezen a korábbi felvételen. Bemutatót tartottak a Kossuth téren akkor a magyar hadsereg tagjai, hogy népszerűsítsék a katonai pályát. Ezek a képek pedig a Pécsi Egyetem műszaki karán készültek. Katonai terepjáróra terveztek kollektív fegyverek működtetésére és köríves mozgatására alkalmas szerkezetet az ipari termék és formatervező szakon tanuló hallgatók. Aláírás kerül a dokumentumra kedd délelőtt. Új alapokra helyezte együttműködési megállapodását a Honvédelmi Minisztérium és a Pécsi Tudományegyetem. A Magyar Honvédség és a Pécsi Tudományegyetem kapcsolata az nagyon régi, és azt gondolom, hogy különösen az orvos egészségtudományi területen ez komoly múltra és eredményességre tekint vissza. Nagyon fontos az a honvédség számára is, hogy a katonák az elsősegélynyújtásban jól legyenek trenírozva. Ebben az orvosi kar és az egészségtudományi kar is fontos szerepet játszik, mondta az egyetem rektora. Az egészségügyi képzés mellett a Pécsi Egyetem más területen szintén együttműködik a Honvédelmi Minisztériummal. A műszaki informatikai fejlesztések tekintetében is komoly együttműködések voltak az elmúlt időben, és hát bízunk abban, hiszen a haditechnológia is sajnos vagy nem sajnos fejlődik, hogy ebben a tekintetben újabb eredmények és együttműködések fognak kialakulni. De elmondható az is, hogy a haderő kiegészítés toborzás tekintetében komoly szerepet játszhat az egyetem. Kutnyánszky Zsolt a HM védelempolitikáért, haderőfejlesztésért és védelmi iparáért felelős államtitkára ünnepi köszöntőjében arról beszélt, hogy Magyarország biztonsági környezete megváltozott. Ennek következtében fontos, hogy megerősítsük az ország védelmi képességeit. Modern eszközökkel ellátott ütőképes hadseregre van szükség. Továbbá önálló, erős védelmi iparra és hazaszerető, elkötelezett, hivatásos és önkéntes katonákra. Az új együttműködési megállapodásnak köszönhetően szinte valamennyi területen partner tud lenni a PTE.
átadta az új ipari parkot Barcson Szijjártó Péter, a külgazdaság és külügyminiszter. A beruházás 680 millió forintos állami támogatásból valósult meg 11 hektáron. Balcsnak profitálnia kell a határmentiségből, ennek érdekében mindent megtesz a város és a kormány vezetése, jelentette ki. A fejlődés egy folyamat, hangsúlyozta Kós Csaba, Barcs polgármestere a város ipari parkjának átadóján. Nem elég csak terveket szőni a gazdaság fejlesztéséhez, eszközt is kell adni. Ezt jól példázza ez a mostani fejlesztés is, fogalmazott a városvezető. Új cégeket is várhatunk, mert már tudunk helyet adni. Városunk kiemelt természetvédelmi területen fekszik, a beruházások esetében ez legalább akkora hátrányt jelent, mint amekkora előnyt a turizmus területén. Ezért is fontos az iparterület, mert jól lehatárolt, gyorsan közművesíthető, konkrét helyet tudunk felajánlani a többéves előkészítés helyett. Átadásokon sokszor halljuk, a beruházás elkészült, önökön múlik, hogy töltsék meg tartalommal. Ezen leszünk. Az, ha egy település fejlődni akar, mint a határmenti város is, az előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét is, fogalmazott a térség országgyűlési képviselője. Az elmúlt 5-6 esztendőben Barcs COVID-járvány ide, háborús gazdasági energiaválság oda, de azt gondolom, hogy kijelenthető, hogy töretlenül fejlődött. Az elmúlt 6 esztendőben Barcsra megközelítőleg 7 milliárd forintos támogatás érkezett különböző pályázati formákban, és ezeken belül intézményfejlesztésre, gyermekintézmények fejlesztésére, infrastruktúrális beruházásokra, szociális felzárkóztatási programokra és számos más útfelújításra és számos más programra érkeztek fejlesztési források, amely azt jelenti, hogy Barcs jövőt épít. A fejlődéshez, a befektetők idecsábításához több dolog is kell, hangsúlyozta Szijjártó Péter. Első körben stabil kormányzás és biztonság, amelyet a magyar emberek június 9-én meg is erősíthetnek. Igazán fejlődni ugyanis csak békeidőben lehet, tette hozzá a tárcavezető. Emellett szükséges a kormány, az önkormányzatok és a vállalkozások közös munkája is. A kormány egy olyan beruházási környezetet biztosítson az alacsony adókkal, az infrastruktúrális fejlesztésekkel, a stabil kormányzással, amelyek nyomán a beruházó vállalatok, akik a pénzüket hozzák ide és hoznak belőle létre munkahelyeket, elég vonzónak találják az országot. És amikor jönnek ezek a beruházó vállalatok, akkor nem úgy általában jönnek Magyarországra, hanem Magyarország egy adott településére, egy adott helyre, egy adott ipari területre jönnek. És ezért is nagyon fontos, hogy legyenek Magyarországnak olyan beruházásokat vonzani képes települései, amelyek fejlődni akarnak, és amelyeket olyan emberek vezetnek, akik dolgozni akarnak, a saját lakosaik érdekeit akarják szolgálni, és nem arra használják az 5 éves mandátumukat, hogy veszekedjenek, háttérbe szorítva a település lakóinak érdekeit. Ezért is fontos tehát, hogy a kormány és az adott önkormányzat, a kormány és a polgármester együttműködése az kulcsfontosságú az adott település fejlődése szempontjából. A miniszter hozzátette, az elmúlt 10 év alatt 52 olyan somogyi nagy beruházást hoztunk tető alá, amelyeket a kormány támogatott. Ezek összesen 200 milliárd forint értékűek, és a kormány 50 milliárd forint támogatást nyújtott hozzájuk. Mintegy 1500 új munkahely jött létre. Jó alapokról indulunk, de fontos, hogy a Dél-Dunántúlra is hozzunk majd 2-3 olyan zászlós hajónak számító beruházást, amelyek felemelik a térséget, tette hozzá Szijjártó Péter. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Megemlékezés. Ünnepségek az összetartozás napja alkalmából. Átadó ünnepség Nagyvejkén. Játszóteret kaptak a község gyermekei. Vertical Group nyerté. 2,5 milliárd forintos beruházás Dombováron. Új parkolóhelyek, zárszámadás, szauna. Képviselő testületi ülés Tolnán.
Csütörtökön folytatódik a nyári meleg idő sok napsütéssel, erős UV-sugárzással, majd a délután folyamán általában csak mérsékelt erősségű gomoly képződéssel. Általában gyenge lesz a légmozgás, zivatarok környezetében lehet erős kifutó szél. Este a Dunántúl fölé mérsékelt, szakadozott felhőzet sodródhat, melyből elvétve zápor is kialakulhat. Éjszaka változóan csillagfényes égbolt és csapadékmentes, nyugodt idő a valószínűbb. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!